Nagyon sok szeretettel köszöntöm minden kedves nézőmet, itt kent a beszésméteten is. Folytatom a My Little Pony Game of legújabbik frissítésének. Megint egy ideglő eventjét, ami anya nem ideglő, de mégis abban a kategóriában tartozik. Szóval én nem fogom folytatni, a legutóbb abba hagytam. Miközben megmutattam, hogy mennyire tudtam fejleszteni a ruhát, hát csak 86-os ruhaszintig tudtam vele elmenni, szóval nem tudom, hogy igaz ez a tény, hogy a ruha 90-ig ment el, hát ezt majd meg kell néznem az interneten, de a lényeg az az, hogy megcsináltam úgymond a commute részét nagy nehézségek árán, azt majd elmondom, hogy mennyi a nehézségek árán, de akkor a szokásához híven a játék ugyebár egy szöveggel zárja az egész szöveget, szóval akkor lássuk a szöveget. Na, Galus mondja a dolgokat. You know, I hate to get sappy on your old bat number. Nem tudom, valamit akar mondani, csak félbeszakad a mondata. It was Mulder. I think what Galus is trying to say is that he's grateful for you guys. I am too, and I'm not afraid of being sappy, but don't accept much more of it. Jó, szóval, hogy Smolder azt mondja, hogy Galus azt próbálja elmondani, hogy nagyon büszke erre az egészre, amit ugye bár csináltak, vagy én nem tudom pontosan, hogy miről van szó. Vagy legalábbis az, hogy örül, hogy sikerült minden. Pardon. Na. Ocelos. Me too. You guys always make me feel comfortable in my off skin, even in a place where most creatures don't look much like us. Hát most a comfortable az nem is tudom mit jelent pontosan, de hogy az is egyetért ez az egésszel. Meg valami olyasmiről van szó, hogy nem minden lény olyan, mint ők. Valami ilyesmiről van szó. Na tovább. Silver Stream. Here, and it's great to have pony friends too, even if we're still working to understand each other. Speaking of, where did Sandbar go? And Yona? Ja, szóval lényeg az, hogy Silver Stream örül annak, hogy vannak neki pony barátjai, meg hasonló. És kérdezi, hogy hol van Sandbar meg Yona? Na, Sandbar. Sorry, Yona and I were just practicing traditional yak dance again, didn't mean to miss out on all the friendship talk. You know, I love you guys. igen. Szóval a lényeg az az, hogy Szentbár ugyebár elvonult Jonával még egy szerien tradicionális jaktáncot csinálni. Ezért kért bocsánatot. És lényegre törően pedig azt mondja, hogy mindenkit szeretnek, úgymond. Tehát az egész társaságot, úgymond. Tudjátok, hogy értem ezt a szeretetet. Yeah. Friendship magic is best. But no, what else is also best? Yak dancing. Igen, és akkor Jona azt mondja, hogy barátság tényleg varázslatos, de tudjátok, mi a legjobb? Yak tánc, hát így van. Congratulations, she's all yak stories old, but don't worry, there'll be more adventures soon. You unspent magic coins will convert into gems. Szóval, hát ennyit tudtam összeszedni, 20 gemet kaptam. Igazából nem 59. helyen hagytam el a játékot, de mindegy, a lényeg az az, hogy nagy nehézségek árán, kisebb összegnek köszönhetően megszereztem a termelőt, megkaptam a második és a harmadik helyet járó jutalmat, úgyhogy ide kirakjuk az utolsó termelőt, ami ebben a frissítésben hátra van, mert állítólag, ha minden igaz, mondjuk az még nem írta a játék, majd hogy a hivatalos oldalon még nem írták, de az biztos, hogy három termelő jött le ez a mostani frissítéssel. Szóval, ezt fogjuk akkor most kirakni. Igen, mint láthatjátok, a gem számom ugye nagyon leesett, hát mondom, megmondtam, hogy én meg fogom ezt a termelőt szerezni, mert mégiscsak gemet, ez gem termelőnek számít, szóval irány akkor Ponyville. Hát, elnézést, nem tudom valahova ide rakni. Ó, hát ez pont, kérem szépen, ez Mo Magnifico, hát ez pont ide lett kitalálva, kérem szépen, és
Ja, Hudson Hope Street Store, oké. Okay. Hát ezt sajnos nem fogom megtudni most még így, hogy mennyi gemet fog termelni, de szerintem, ha minden igaz, akkor úgyis csak 2 gem lesz, mint bármelyik más ilyen termelő. Na, irány vissza akkor Crystal Empire közbe. És hát mit mondhatnék emberek? Tehát ez is az miatt van, mert mi a francért jártatom az én nagy lepényleső számat, már elnézést mindenért, amit mondok, hogy mi a francért jártatom, meg a nagy lepényleső számat. De hát ez is mind az miatt van, mert minek jártam a számat fölöslegesen. Most szerintem itt totálisan nem is kellett volna ez az egész mizéria. Tehát most az, hogy összevonták azt a... Pardon. Tehát, hogy most összevonták ugyebár ezt a alternatív, jövőbéli, Youngnak nem mondható Young Six-et, vagyis Student Six-et, ahogyan én nevezem, összevonták a Sizoljek című 9. évados résszel, amiben ugyebár Szentbár meg Jona együtt táncol ezen a barátság iskolájában rendezett bálon. Hát nem tudom. Az ötlet jó, csak a kivitelezés, valaki adott csárokat, ki vagy? A Celestia, már látom. Muszáj volt, megnézem. Szóval, hogy összevonva. Az elképzelés nem volt os, viszont nem tudom, hogy végül is akkor hova tűnt tényleg Sandman. Lehet, hogy a szövegben benne volt, csak én bang a fejemmel nem vettem észre a szöveget. Na mindegy, szóval, ha valaki, de ezt most komolyan mondom, ha valaki annyira jártas az angolban, angolban, mi az a angol egyébként? Na miért, szóval, hogy valaki jártas az angolban jobban, mint én, tehát én mondtam már, hogy ezt el kell nézni, mert én nálam ez nálam akkor nem volt kötelező, amíg általánosba jártam. Szóval, ha valaki jobban érti az angolt, akkor magyarázz el nekem, kérem, hogy a szövegben miket mondtak, mert lehet, hogy gyatra az angol tudásom, de azt meg tudom állapítani, hogy szerintem egy pillanat türelmet, bocsánat, hogy szerintem nem mondták el konkrétan, hogy az alternatív jövőben lévő Jóna és Szentmár hova tűnt, meg hogy mi történt az egész emlék mizériával. Tehát, hogy hova tűnt, ezt nem értem. Vagy lehet, hogy tényleg az volt, hogy Jóna elment, és amiatt Szentmár elköltözött, és Jóna is visszament Jakisztánba, és amikor visszamentek az időben, akkor helyrehozták. Nem tudom, emberek, ez nekem zavaros az egész, mondom, ez az egész utolsó rész, ez nagyon bekavar nálam. Az egész rész, az egy Nem, egyszerűen nem. Emberek, nem. Nem. Bárki bármit mond, én számomra az utolsó rész, a The Last Problem című rész nem létezik. Semmilyen formájában, értitek? Semmilyen formájában nálam nem létezik. Tudom, hogy most már elég sokáig dumálok, de hát általában úgyis olyan rövid szokott lenni a videóm. Na, szóval nem létezik nálam ez a rész. Nem létezik semmilyen formájában, és nem érdekel, hogy ki mit mond, bárki bármit mondjon, én tudom, hogy ez nem a konkrét befejezés. Ez csak egy ideiglenes átmeneti lezárás, hogy úgymond mindenki, szerintem azért, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez egy jó lezárás, vagy valakinek, hogy csak átmenetileg legyen lezárva valaki számára. Én azt mondom, hogy ez nem egy normális lezárás. Na mindegy. Tehát a Dragon Ball Z példájából kiindulva, hogy így folytatódott a Dragon Ball Super terén, én szerintem ez helytáll. Tehát, hogy mikor lesz a sorozatnak a konkrét alternatív, rendes, normális befejezéssel rendelkező folytatása, az majd az alkotókon fog múlni. Egyébként még hallottam már valami híreszteléseket, hogy a Hasbro most valami nagy durranásra készül, hogy pontosan mikre, azt még én jól magam nem tudom. Ha valaki ezzel kapcsolatban tud bővebb információt szolgálni, akkor tájékoztasson vele. Én csak ennyit tudok elmondani. Viszont, ami biztos, hogy szerintem a videót azt most itt fogom lezárni, és innen fogom folytatni majd legközelebb, amikor lesz fejlemény. Úgyhogy köszönöm minden kedves nézők a filmet, és vissza a következő videóban. A sorozat jövőjéhez pedig, ahogy mondtam, és el is kell tartani mindenkinek magát, pozitív reménykedést, hozzáállást kívánok, és imádkozni azért, hogy csináljak egy normálisabb, befejezéses folytatást. Ezen felül, ahogy régen mondtam, most is mondom, és még a jövőt illetően is fogom mondani. Külön minden Brón és Pegasi tőtesének pedig Bruhuf és Viszlát.